Sivai Kamilla kiemelkedő tehetségét már a színművészeti főiskolán felfedezték. 1947-ben kitüntetéssel végzett. Remélem nem haragszik, hogy ide kérettem. A frissen diplomázott ifjú színésznőt koholt vádak alapján 3 év börtönre ítélték, majd határozatlan időre kistartsára internálták. 1 évtizedig nem engedték színpadra lépni. Dévai Kamilla lánya, Udvaros Dorottya is keserűséggel emlékszik vissza erre az időszakra. Hogyha mindez nem történik, akkor el lehet képzelni, hogy a Básti Lajossal éppen a Csongor és Tündét próbálták a Nemzetiben, hogy akkor mi az a pályaív, amit ő befuthatott volna, és ezt azért soha nem bírta igazán hova tenni a lelkében. Kapitáltam, hogy olyan is nézzen meg engem, milyen ez? 5 színházakat szerződtetni, ugye egyiket sem engedték. 56-ban nagy kavarodásban Békés Csabára el tudtam helyezkedni, és aztán a színpadon haradhattam. És egyszer csak ez a rendszer, amely engem agyon üldözött és agyon kínozott, rehabilitál. Bocsánatot kér. Igen, de ez 75-ben túl a lehetőségeimen, hogy én karrier testen csinálhassak. Rehabilitálása után a Kecskeméti Társulat szerződtette, ahol rövid idő alatt a város, illetve a megye legnépszerűbb, körülrajongott művésze lett. Egy csodálatos színésznőt ismertem meg benne elképesztő partnerként, hát például a Vágy Villamos, a Stanley-t játszottam vele, ugye ő volt a Blanche, még futott a nagyon híres madárszínház előadás, és minimum egyenrangú volt a Tolnaival, sőt érdekesebb volt, mert őjesebb volt. Ő az volt, amit játszott. Ő egy csodálatos színésznő volt, tehát beletartozik azokba az óriási egyéniségekbe, akiktől több lettem. Ha megengedi, már is a tárgyra térek. Minden porcikájában mindig olyan jelenlét volt, ezt úgy szoktuk mi mondani a szakmában, hogy milyen erős a jelenlét egy színésznek, szóval ez egy ilyen fokmérő, hogy egy személyiség milyen erővel van ott a színpadon, és anyu nagyon erős jelenlétű ember volt, színész volt. A kitűnő tehetségű színésznő 1976-tól visszavonult a színpadtól. 11 év után mégis elvállalta a Janika című darab egyik szerepét, amelyben lánya, Udvaros Dorottya édesanyját alakította. Ekkor lépett 42 év után először fővárosi színpadra. Csupán pár előadást játszottak együtt, azonban kislánya karrierjét figyelmesen követte. Leginkább a Katonára emlékszem, ahol az első években ugye még megnézett mindent, 81-től kezdve, és a Katonában elképesztő szerepeket játszhattam, és nagyon izgult értem, hogy tényleg minden jól sikerüljön, de mindig elmondta, valami nem tetszik. A tragikus sorsú, ugyanakkor brilliáns tehetségű Dévai Kamilla pályafutása alig 2 évtizedig tartott, azonban tehetsége lánya művészetében, valamint a színház szerető emberek emlékezetében tovább él.